Kedves hallgatom, a Turtripel RFM 88,5-es hullámosztát hallgatod, és folytatta tovább a műsorunkat. Kis Ágnes felkutatott egy kézírás kutatót, grafológust, akit Webern Erikának hívnak, és csak azért mondom el, mert azokat az embereket, akiket megszólaltatunk, az a legtöbbje az életében olyan dolgokkal foglalkozik, amihez valóban ért. Tehát olyan expertök, most hirtelen angol szó jut az eszembe, olyan expertök, amit nem lehet mellé nézni. Így például maga Webern Erika is, aki 30 éve foglalkozik kézírás tudományával, grafológiával, és a Nemzetközi Grafológia Szabad Egyetemnek 20 évet átszervezte. Eddig 12 könyvet írt, köztük József Attiláról, Csontvári Kosta Tivadarról, amire egyébként most az interjú majd fog szólni, és Körösi Csoma Sándorról írt, és ezeknek a kézírását kutatta, hogy a személyiségüket, és így tovább. Kiemelt rendezvényeket is szervezett, amelyet tehát Kecskemét városának a 650 éves évfordulóját készítette el, személyiségvizsgálatokat végzett és cégeknek, úgyhogy valóban egy hozzáértő valaki, és hogy ez az íra pontot föltette, hogy 2019-ben kapott két kitüntetést, Magyar Műveltség díjat és a Magyar Arany Érdemkeresztet, és a Százak Tanácsának a tagja 2010-től. Úgyhogy Ágikám, egy ilyen kvalitású embert összeszedni az nem semmi, de hát akkor nézzük is, hogy hogy is néz ki valóban Csontvári, a személyisége mennyire határozta meg mindazt, ami hát a festményére lehetett látni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúra mai témája Csontvári Kosta Tivadar lesz, méghozzá nem is igazából a művészetét fogjuk áttekinteni, hanem a személyiségét, és a személyiségét a grafológia alapján. Webern Erika Csontvári írását elemezte, és ebből összefüggéseket találtál meg arra nézve, hogy Csontvári személyiségéből hogyan következik az az életmű, amit ismerünk tőle. Na, hogy is van ez? Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagy szerencse, hogy nagyon sok írás mintán rendelkezésre Csontvári személyiségének feltárásához. Ugye Csontvári egész életműve az egész egyetemes művészet történetben kiugró. Ezért is érdekelt, hogy milyen a személyisége. Miért kiugró? Tudnál erről valamit mondani? Egyrészt kiugró azért, mert neki nem voltak gyerekkori rajzgyakorlatai, nem tanult az iskolában rajzot, 27 éves koráig neki eszébe sem jutott, hogy rajzoljon. 27 éves korában érte őt egy olyan misztikus élmény, amikor is hirtelen egy belső inspirációra lerajzolta a gyógyszertár, iglói gyógyszertár előtt álló ökrösszekeret. Ő számára is megdöbbenten jól sikerült. Nézegette, majd kijött a gyógyszertárból a principális, a főnöke, megnézte a rajzot, elcsodálkozott rajta, mert ugye semmi előzménye nem volt ennek, és azt mondja neki, mit akar, hisz maga festőnek született. Na, ezen aztán még inkább mind a ketten elcsodálkoztak, és ezután, tehát először ember mondta ki, és ezután, ahogy tovább nézegette a rajzot, már a utcán nem volt senki, hallotta a hangot, hogy te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, hogy valaki tréfálkozik vele, vagy mi ez, mert nem is értette pontosan az egyik szót, a plener, vagy napút, ugye ez egy vitató dolog. Senki nem volt ott, viszont olyan elementáris ereje,
ereje volt ennek az üzenetnek, hogy ezt komolyan kellett venni. És ettől a naptól kezdve a sikeres gyógyszertáros azon töprengett, hogy hogyan is tudja valóra váltani, vagy hogyan tudjon ő rajzsudással nem rendelkező emberként odafejlődni, hogy ezt a parancsot, idézőjelben, isteni parancsot, vagy kinyilatkoztatást teljesíteni tudja. Mert hogy marsalbotot kapott az üres tarisznyában. Ő maga így fogalmazta meg, hogy hogy is kezdjen hozzá. Senkinek nem mert elmondani ezt az élményt, mert tudta, hogy, hogy akkor... Hát bolondnak nézik, szó szerint, igen. De egyszerűen ez egy mindennapi ember számára ez lehetetlenség, épp eső ember számára. Akkor innen kezdve 14 éven át készült arra, hogy majd elindulhasson. Ez azt jelentette, hogy először is elkezdett ilyen rajzgyakorlatokat végezni, természetesen zajlott tovább a gyógyszerészi pályája. 14 év után indult el, hogy akkor a Európa legjobb festőiskoláiban tanuljon. Így legelőször is Hollósi Simon iskolájába ment, ami a legmagasabb szintű volt abban a korban. Ugye most itt már 1890-es években vagyunk. És néhány hét alatt az iskola legjobbja volt Csontvári. Olyannyira, hogy Hollósi Simon egy idő után azt mondta, nem tudnak neki mit tanítani. Aztán folytatta Párizsi Julien iskola, akadémia, tehát pillanatok alatt kiugró volt a tehetsége. Úgyhogy akkor kezdte hivatalosan a tanulmányai. És hát így indult aztán meg a pályája, ami azért is egyedülálló, mert senkit nem utánzott. Ő maga azt mondta, nem volt földi mestere. Most a kézírására rátérve, vagy a személyiségére, mert ugye ez az én területem, 25 éves korából származik az első írásminta, ami lenyűgözően gyönyörű. Rendezett, finom, ápolt betű, fegyelmezettséggel, tehát szemnek is gyönyörködtet és megnyugtató látvány az írása, amely egyszerűsített is ugyanakkor meg merész díszítések is, tehát olyan gyönyörű spirálok, amelyek szinte a ég felé emelik a tekintetet, tehát nagy mélységek, nagy magasságok mutatkoznak, akkor még gyógyszerész ifjú kézírásában. Tehát abszolút a tudós lényét hordoztat, ami a gyógyszerészi pályának a magas szintű művelése. Abszolút, mert 1 milligrammal többet mérsz, és már tragédia lehet belőle, mert megfigyelte a dolgokat. Na most, hogyha pályaválasztásért fordult volna hozzám ez a 25 éves ember, nagy bajban lettem volna, mert ő tudósként is tökéletes, de már akkor ott volt a művész is. És azt láttad az írásában? Hát ezek a gyönyörű díszítések. Tehát nagyon diszkér díszítések, tehát együtt szerepel egész különleges módon az írásnak az egyszerűsített, szabályos, jól olvasható vonala, egy olyan díszítettséggel, ami nem rombolja az írás olvashatóságát, viszont emeli a színvonalát. Tehát ha ránézel, érzed az energiákat, érzed a tökéletes belső lelki egyensúlyt, érzed azt a különleges erőt, ami a képeiből is árad. Tehát ezzel indul. És hát eljött a misztikus élmény, és ugye utána is megvizsgáltam a kézírást, mert sok esetben, míg a művészet történetben is úgy szerepel, hogy a misztikus élményből egyértelműen látszik, hogy skizofrén volt, mert csak neki lehetnek ilyen hallucinációját, bolond. Mert kíváncsi voltam, mert ugye én a Nyírő Gyula kórházban is vizsgáltam patológiás írásokat, meg a Sotén végeztem a
pszichoterápiás klinikán, ahol szintén patológiával foglalkoztam, és a grafológusi felkészülésemben jelen volt, hogy patológiás írásokat is vizsgáljak, meg beteg emberek írásait is. Tehát meg kell jelennie. A ritmus sohasem jelenik meg, tehát mindig aritmia jelenik meg, valami zavarság ugyanúgy megjelenik, ahogy egy skizofrén ember gondolkodásában. Most egyértelmű volt, hogy semmiféle patológiára nem utal a kézírása. Ugyanolyan rendezett, ugyanolyan gyönyörű az írása a misztikus élmény után is. És ami különleges volt számomra, hogy szinte az egész élet útján megmarad az írás jellege. Ez 30 éve végzek ilyen írásvizsgálatokat. József Attilánál és másoknál is az a normális, hogy változik az írás képe. Hangulattól, lelki állapottól, személyiségfejlettségi állapottól. Hát ezt szerintem mindenki magán is érzékeli, nem? Így van, hát más egy kamaszírás, más egy felnőttírás, stb. Na, Csontváry olyan korán kiforrott személyiséggel rendelkezett, ami szinte egész életén át alapként megmarad. Nincs nagy változás, ez az önmagához való hűséget is mutatja. És azt a zsenialitást, ami az egész élet útján vezérel. Zsenialitást például, az hogy jelenik meg az írásban? Milyen jelei vannak annak, hogy ő ilyen? Hát feltétlenül szükséges az eredeti betűforma, a variabilitás. Ugyanis, ha valaki csak a tanult betűformákat utánozza, akkor nem tud egyéni gondolkodásnak kialakulni. Tehát az eredetiség a formálás, eredeti betűformálásban jelen van. Hogyan függ ez össze, hogy ő a napút festője? Tehát miért pont a napút, miért nem mondjuk a tenger festője, vagy a hegyek festője? Hogy van ez? Van ennek valami jelentősége? Hát ő erre jelöltetett ki. Mert hogy a napút az ugye azt jelenti, hogy a fények, ahogy a nap megy a pályáján, ez lenne a napút festészet, nem? Egyrészt ugye a nap 24 óra alatt megtett járása, vagy reggeltől estig alkalmi. Ez az egyik síkja. A másik viszont a zodiákus, a kozmikus mozgása, amit egy év alatt tesz meg a nap, ennek ugyanolyan nagyon nagy jelentősége van, tehát a kettőt együtt kell összekapcsolni, amikor a napútfestészetre gondolom. Ez a napútfestészet a reneszánszban élő dolog volt, tehát nem egészen új ez, hanem visszatérhetünk Leonardohoz, például az utolsó vacsorát, interneten megtalálhatja mindenki, ott van a megjelölés, hogy meg zodiákushoz kapcsolódtak a különböző tanítványok. No. A zsenialitás egy olyan szellemi magaslatokban való gondolkodás, ami által a képei is nem tájképek, hanem látlatok, ő maga. De jó szó jelzi, ez, hogy látlat. Ő maga adta ezt a műfajt neki, hogy a látott elemekből rakja össze azt, ami csak belső látással megközelíthető. Tehát ő nem húsvér embereket festett, hanem lelkeket. Na ez az, amit nem értenek. Picasso, amikor megnézte a Csontváry kiállítást Párizsban, 1948-ban, magára záratta az ajtókat, és hogy jól át tudja magát adni ennek, kijött és azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy rajtam kívül még egy nagy festője is volt századunknak. Hát ez hatalmas elismerés. Ő valójában mindig a látható világnak a nem látható dimenzióját hozta vissza a képekben. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatom a TRRR FM 88,5-es hullámozát hallgatod, és V. Barna Erikával beszélgetett Kis Ágnes, és kézírás kutató, grafológus és Grafológiai Akadémia vezetője volt 30 évig. Lényeg az, hogy egy óriási szakember, és ez számunkra szerzett. Egyébként ez az a szó, amit kerestem, szakember, ez valahogy úgy nem jött össze ebbe az angol száz világba.